A 139. Zsoltár egy rövid versével, sőt még annál is rövidebb vers részletével szeretnék mindenkinek jó reggelt kívánni. Ez a részlet így hangzik tehát a 139. Zsoltárból. Fölserkenek, s mégis veled vagyok. Minden reggel fölserkenünk. Kibújunk az ágyból, nyújtózkodunk, megmosakszunk, reggelizünk, indulunk útjainkra, munkába vagy egyéb más foglalatosság irányába. Fölserkenünk, csak hogy jó lenne nem elveszíteni valakinek a jelenlétét, valakinek a közelségét, sőt a vezetését. Ezt mondja Dávid, hogy ő úgy akar élni, hogy fölserkenek, s mégis veled vagyok. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten előre elkészít minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Minden reggel kész a program Isten terveiben. Kikkel fogunk találkozni, milyen élethelyzetekbe jutunk, és hogyha mi készülünk a mindennapjainkra, már pedig jó lenne, hogyha készülnénk, ha előző nap este már úgy feküdnénk le, hogy kicsit tudatosítanánk, hogy mi vár ránk holnap, vagy holnap után, vagy a héten, de leginkább holnap, és minden reggel úgy kelnénk fel, hogy igen, köszönöm, hogy most fölébredhettem, Istenem, és most tudom, hogy ez vár rám, ilyen és ilyen teendők, ilyen és ilyen találkozások, ilyen és ilyen emberekkel való kapcsolatfelvétel, részint olyanokkal, akiket ismerek, részint olyanokkal, akiket nem ismerek. Fölserkenek, s mégis veled vagyok, hogy minden helyzetben és mindenkivel Isten követei lehessünk. Pirisvörösváron hallottam ezt a mondást, csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Nagyon egyszerű, de nagyon mélységes mondás. Istent vinni minden emberi élethelyzetbe, Istent vinni minden emberhez, a lelkületünk, a légkör, ami körülvesz bennünket, hogy Krisztusnak jó illata legyünk, Krisztusnak kézzel írt levele legyünk, Krisztusért járván követségben. Mondja Pál a 2. Korintus levél 5. fejezetében, minden emberi kapcsolatban elmondhassuk, hogy mintha Krisztus kérne általunk, emberek, béküljetek meg az Istennel. Békességet vinni az emberek közé. És a mai nap is úgy élni, hogy nem hagyni magunkat provokálni vitára, visszavágásra, vagyis egy szóval megint csak ide térek vissza, fölserkenek, s mégis veled vagyok. Olyan legyen a napunk, amilyen Krisztus egy napja volt. A Lukács evangélium a 14. fejezetében és a János evangélium a 10. fejezetében csaknem egy egész napja fel van jegyezve Jézusnak. Legyen olyan a napunk, amilyené Jézus volt, aki fölserkent és soha nem veszítette el az Atya közelségét, sőt vezetését. Mi is minden reggel fölserkenve gondoljunk arra, hogy követek vagyunk, követségben járunk, a Krisztusnak jó illatát árasszuk környezetünkben, hogy az emberek megbékélve az Istennel, ők is majd fölserkenjenek, és soha se nélkülözzék Isten jelenlétét. A 139. Zsoltárnak ezzel a néhány szavával kívánok eredményes mai napot, fölserkenek, s mégis veled vagyok, soha nem felejtkezzünk el arról, hogy a mi Istenünk az, aki így mutatkozott be, hogy vagyok, aki vagyok, aki melletted vagyok, aki érted vagyok, és aki általad másokat is megszólítani akaró Isten vagyok. Eredményes,
szép és tartalmas napot kívánok mindenkinek.